Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt ma este bennünket a jelenlétével és az örömével. És engedjék meg, hogy mielőtt elkezdjük az operettestünknek ezt a részét, hogy Bocska Ilonát, Ica óvónéninket köszöntsem nagy-nagy szeretettel, akivel egy helyről származunk, méghozzá papról, az ország másik végéből. És őszintén szólva soha nem gondoltam volna, hogy egyszer egy színpadon állhatok vele, és operett nótákat, muzsikákat fogunk énekelni. Köszönök neki mindent, amit eddig is kaphattunk, és kívánom önöknek, hogy teljen nagyon szépen az estéjük. Köszönöm szépen. Én vagyok a legboldogabb, hogy a Diával egy színpadra léphetek. Egy olyan kisfaluból indult, ahol, amihez nagyon nagy szorgalom és nagyon nagy kitartás kellett, hogy idáig eljusson. És most jön a meglepi. Ugye én óvónéni vagyok, és minden óvodásommal megtanítok pár népdalt. Igaz, hogy most az operetteké, a filmslágereké a szerep, de én szeretnék Diával egy népdalt elénekelni. Jaj, de jó! Hát én megtanítom, úgy engedem el az iskolába őket, hogy ősszel az érik a szőlőt, tavasszal a tavaszi szélvizet áraszt, és zenehallgatásnak pedig a Csitári hegyek alatt szoktam nekik énekelni. Válasz egyet, valamelyiket. Amelyik? Tavaszi szél? És akkor a közönség is. Az jó lesz. Jó. Akkor két vers, a kis, a másodiknál ismétlés. Jó, rendben. Jó. És akkor a közönséget kérjük, hogy segítsenek nekünk. Tavaszi szélvizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat válasz, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom, te nagyon-nagyon sok boldogságot és sikereket. Tudod, szép vagy. Köszönöm szépen.